Szép napot kívánok mindenkinek! Üdvözlök mindenkit a YouTube csatornámon! Ma töpőcsöt készítettem. Egy kiskereskedésben vásároltam meg a töpőcsőnek valót. A befejezéséhez érkezett, körülbelül másfél órát vett igénybe 2 kilónak az elkészítése, és most a végstádiumban van. Be is szeretném mutatni egy picit. Itt van így szépen ennyi disznózsír olvad ki belőle. A töpörtyűből nagyon szép ropogós. És akkor én Magyarországon ezelőtt 20 évvel úgy tanultam, hogy tejet is öntenek hozzá, akkor ennek most megtörténik a tejnek a hozzáadása. Akkor most ezt is bemutatnám. Egy ennyi tej, egy picit adunk a hőmérsékletnek, elkeverjük, ez egy picit felhabzik, és addig kell várni, míg a tejből a víz elpárolog. És akkor szép ropogós, és ez színt is ad a töpörtyűnek. Lehet hallani, hogy szépen felhabzott. Mutatom is, nem tudom mennyire lehet látni. A tejtő felhabzotta a zsír, és akkor mihelyt elpárolog a víz tartalma a tejnek, akkor úgymond egy tökéletes állagú töpörtyűt kapunk. Hát úgy, hogy a végére érkeztünk ennek. Tehát most nem disznóvágási szezonban vagyunk, de ezt bármikor el lehet készíteni. És egy ilyen kis rövid videóval szerettem volna bemutatni, hogy aki ízletesen el akar fogyasztani reggelire, vagy akár uzsonnára, vagy bárhova, kirándulásra, finom töpörtyűt, vagy zsírral szeretne főzni, aztnak nyugodtan merem ajánlani, próbálja ki ezt a receptet. Mert a zsírnak az a jó tulajdonsága, hogy bármilyen magas hőmérsékletre hevítik, semmilyen káros anyag nem bocsátódik ki belőle, ellentétben napraforgó olajjal, de erről már a korábbi videókban beszéltem, hogy az olajban hevítés hatására 130-140 fokon már rákkeltő anyagok szabadulnak fel, de mivel ez már annyi disznó nincs a földön, hogy annyi disznózsírt olvasztanak ki, tehát ez a tömeg hozta azt a nagy mennyiségű ember tömeg, hogy muszáj volt egyszerűen arra sok olajra valamit kitaláljanak, és a termőföldeket úgymond erre a repcének és különböző napraforgó olajoknak az ültetésére és annak a préselésére, de hát beszéltünk az olívaolajról is, de az mivel drága, azért inkább a napraforgó olaj van elterjedőben. De aki még hozzájut ilyen kisvárosban, mint Székelykeresztúr, disznót is vágnak téli időszakban, marad zsír, de akinek véletlenül nem vág disznót, nyugodtan egy ilyen kis kiskereskedelmi áruházlántot fel lehet keresni, és ott beszerezni a zsírnak valót, és zsíra is van az embernek, és töpörtyűje is. Úgyhogy még egy picit rákavarok, még nincsen tökéletes, csak nézem én is a fényviszonyokat, hogy úgy álljak, hogy le is sötétítettem az ablakot, hogy lehessen jó minőségű legyen a képminőség. Hát ennek még kell egy kis idő, és akkor szeretném szépen kikanalazni is belőle. Adok még egy kis, most lehet nyugodtan adni egy kis langot alája. És akkor még egy apró javaslat, hogy akinek gáztűzhelye van, tehát ilyen gáztűzhely, hát hogy mondjam másképp, azok alacsony hőmérsékleten kezdjenek hozzá, és egy kis vizet öntsenek alá, és ez egy másfél órás kevergetést igényel. Hát körülbelül 2 kilót készítettem most el,
5 kilónak történt meg a megvásárlása, és az a következő hónap, hónap után történik a többinek az elkészítése. Most adtam egy kis hőmérsékletet nekünk. Legyen jó ropogós a töpörtünk. Jó roppanós. Lehet hallani is, hogy hogyan megy ki belőle a tejből a víztartalom. Szint és roppanosságot kölcsönöz. Hát elég csak megfigyelni, hogyha itt Erdélyben is megvásárolnak zsírt, disznózsírt, akkor ott nyomokban tejet tartalmaz, tehát valószínű, hogy itt is alkalmazzák ezt a technológiát. Közben figyelem a kamerát is, figyelem a töpörtyöt is, akkor picit rámegyek kamerával. Tehát szépen forr, elég szép színe van. Picit még kell várjak, hogy a roppanóságát kapja meg. Ez szép barna pirt kapja. És akkor még egyszer meg szeretném köszönni azoknak, akik figyelemmel követik itt a YouTube tevékenységemet. Rengeteg videó van, számtalan, és rendezve is vannak ott a videók, úgyhogy ott lehet böngészgetni, akinek kedve van hozzá, nyugodtan, és köszönöm mindenkinek a feliratkozást, aki feliratkozott, aki nézi ezeket a videókat, és akkor még egyszer rápillantok, hogy hallám, elérte azt a megfelelő állagot. Még kell neki. Úgy, hogy a tejre a kupakot rá is csavarhatom. Na hát mindjárt elkészül. Úgy, hogy én le is zárom alatta a gázt. És kikapcsolom, és akkor még egyszer rámegyek. Tehát ez ilyen szépen elkészült, nem tudom mennyire lehet látni, és egy ilyen kiszedővel szépen kiszedem ezekbe az edényekbe, és zsírom is lesz, töpörtyöm is lesz, ízletesen el fogom fogyasztani. Én mindenkinek egy csodás napot kívánok, délután van, szombat délután. Hát mennyi az idő? 14:30, úgyhogy ez, ennek a feltöltése meg is történik. Csodás napot kívánok mindenkinek, viszont látásra, viszont hallásra. Raffai Dénes voltam, Székelykeresztúron.